Itt van az ősz, és ezzel eljött a bezárkózás, a kicsit több benti időtöltésének időszaka, amikor azért előkerül egyre több társasjáték, azoknál a családoknál is, ahol egyébként nem annyira sokat játszanak. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy készítünk nektek egy olyan listát, amiben őszi hangulatú vagy őszi benyomást adó társasjátékokból csinálunk nektek egy számunkra kedves listát, ezt fogjátok most látni. Üdvözlünk mindenkit hatalmas nagy szeretettel, sziasztok! Én Zoli vagyok. Én pedig Réka. És ez itt a Mit játszunk vlog. Ősz. Számomra az ősz sokszínű, hihetetlen gazdag, érett, valaminek az elengedését mutatja, és nagyon sok társasjáték vagy díszletéül, vagy hangulatául használja ezt a csodaszép ezerszínű évszakot. Én nagyon sokáig nem szerettem az őszt egyébként, én ilyen nyári ember voltam, vagy a nyarat szerettem, vagy a telet szerettem, mert az olyan egyértelmű volt, hogy akkor meleg van, meg hideg van. És valahogy nem tudtam menni azzal, hogy ősszel ugye kicsit hideg van, de vannak melegebb napok is, esik is, sötétebb is van, rövidebbek a napok, szóval valahogy nem értettem, hogy mi a szép az őszben. És most, hogy felnőtt, azt érzem, hogy megláttam azt a rengeteg színét, azt a, még akár az elmúlásnak is, ahogy megy át a télbe a nyár, azt a finom hangulatát, az érett bölcsességét. Azt az érett bölcsességét, és a szépségét annak, hogy az ember többet tud otthon is lenni, és nem mindig kivágyik a természetbe, hanem azokkal is, akik körülötte vannak, jobban szeret minőségi együtt töltött időt együtt tölteni, és az ősz és a tél tipikusan társasjátékos hónapok, ahogy is sokakkal beszélgettem, amikor sok családnál tényleg előkerülnek a játékok, és erre gondoltunk, hogy számunkra őszi hangulatú játékokat mutatunk most nektek. Nagyon lélekmelengető volt ezeket a játékokat csokorba szedni, és mielőtt elkezdenénk ezt a listát, gyorsan megkérdezem, hogy neked, nektek mik a kedvenceitek ebben a témában, kérlek kommentben írjátok le. Nagyon szépen köszönjük a GameWiz társasjátékokat, webshopnak a videó támogatását. Hogyha valamelyik játék megtetszik a listáról, akkor odanent lesz link, amire hogyha rákattintotok, akkor megtalálhatjátok náluk. Jó szörfölgetést! Kifejezetten családi hangulatú játékokat szedtünk most össze. Egy gyerekjátékkal kezdjük az elején, amit nem tudtunk lehagyni erről a listáról. Hát, és hát ez a Speedy Roll. Ugyanis ebben a sünikénk, ez a kis teniszlabda sünikénk, egy őszi erdőn gurul át és szed magára, ugye az őszi erdőnek a kincseit, falevelet, gombát, almát, és ennek tükrében próbál menekülni vagy a róka elől, vagy pedig minél hamarabb hazaérni a kis házába. Nagyon-nagyon cuki játékról van szó, amit már egész kicsi kortól, már 4 éves kortól lehet játszani. Igen. Viszont felnőttként sem unalmas. Egy igazi modern játék. Ez év gyerekjáték díjas játék a német szakmai zsűri szerint, amit tökéletesen meg tudok érteni. Nagyon jó a tanítása, hogy gyűjts alkatrészeket, de ne túl sokat, mert ha túlvállalja magát a sünni, akkor bizony hoppon marad. Igen. Zseniális, hogy van kooperatív és versengő játék módja is. Tudunk olyat csinálni, amit Réka említette, hogy menekülünk közösen a róka elől, megnyerhető, de bizony is feszíthető. Nagyon jó, amikor versengünk, és bizony optimalizálnom kell, hogy milyen alkatrészekre van szükségem ahhoz, hogy a lehető leghatékonyabban tudjak előre menni. Ami felnőtteknek sokkal evidensebb, de ez a játék 4 éves korton ajánlott, és csodálatos látni, amikor úgy próbálunk meg gurítani picin kezünkkel ezt a pici sünikét, hogy azokat az alkatrészeket gyűjtse be kicsi sünink, amire éppen szüksége van. Nagyon szeretem, és egy olyan játék, amit már egész kicsi korta játszhattok az egész családdal együtt. Csodálatos cucc. Jöjjön a Szüret című játék, ne tévesszem meg benneteket, nekünk még az eredeti Avenue címével az angol kiadás van meg, azóta Granna gondozásában megjelent magyarul egy picit nagyobb kiszerelésben, de a beltartalom változatlan. Igen, ez egy teljesen nyelvfüggetlen játék, amiben egy útmenedzsment, egy hálózatépítés történik, és megpróbáljuk a minél több jó illatú, finom szőlőnket leszüretelni és bekötni a saját házainkhoz. És hát nagyon, nagyon szórakoztató, mindössze 15 perces játékról van szó, ami mivel papír és toll kell mindössze hozzá, illetve a kártyapakli, ezért kis helyen is elfér, mi kirándulásokhoz is magunkkal szoktuk vinni. Előnye, hogy kompakt, nagyon sokan játszható, akár 100-an is, viszont hátránya, hogy nulla, azaz nulla az interakció játékosok között. Teljesen szolitár játék. Így van, mindenki maga előtt mókolgat, nagyon sem tudunk azzal számolgatni, hogy pontosan hova, mit, mennyi szőlőcskét kössünk be, akkor a végén a palotákba is be kell kössünk. Nagyon jó az a rendszer, hogy ne vállald magad túl, tehát ne csinálj olyat, hogy egy fordulóban rengeteg mindent is bekötsz, mert akkor a következő fordulóban azt kell majd überelni, és hogyha ez nem sikerül, az bizony mínuszpont. És egyedül is játszható, úgyhogy ha valakinek nincsen feltétlen most partnere ahhoz, hogy játszon egy estén, akkor a Szüret ez egy kifejezetten jó választás lehet. Mi kedvéljük igazán prima kis őszi játék.
Hát eleve a doboz maga. Az Everdell egy szerintem kifejezetten őszi hangulatú játék, abszolút, amiben az örök fa árnyékában egy kis állat kolóniának a városkáját építjük meg. Uh-huh. Gyönyörű grafikájú és egyébként okos családi játék, uh-huh, ami akár már egy ilyen egész estés szórakozás is lehet egy őszi estén. És hát a képek hangulata és színvilága is arra utal, hogy hát ez egy őszi lelkületű játék. Így van, és az egyik legszebb, amivel valaha igen találkoztunk, a Szép társasjátékok videóban is tettünk róla említést. A fő mechanizmusunk munkás lehelyezés, mely fordulóra, évszakról évszakra egyre jobban bővül, és közben tablót építünk, kártyákat gyűjtögetünk magunk elő, hogy a lehető legtöbb győzelmi pontot tudjuk gyűjtögetni. Már csak azért is felszedtük volna tenni a listára, mert érkezett idén hozzá kiegészítő Fagybért címe, melyben állatkáink vándorútra kelnek, és szépen lassan forduló, akarom mondani, évszakról évszakra szabálymódosítások tarkítják a játék világát. Alapból az alapjáték szóna meglehetősen gazdag, de pláne kiegészítővel, gyönyörű szép asztalképével, az egyik legimpozánsabb társasjáték, amivel valaha találkoztunk, és bérelt helye volt az őszi társasjátékok listáján is. És akkor ha már évszakok, akkor jöjjön egy friss darab, az Ébredő erdő, aha, amiben mind a négy évszaknak a szerepébe belebújhatunk, és az egyik ezek közül az ősz. Uh-huh. És az Ébredő erdőben állatokat próbálunk megidézni. Gyönyörű ilyen szellemállatok vannak a kártyákon, vannak sötétebb tónusú és világosabb tónusú, uh-huh, állatok, de az egész évszakok tánca, és ez a ég az erdő, hogyha nem figyelünk oda rá, uh-huh, lelkület, ez szerintem nagyon ősziessé teszi, annak ellenére, hogy amellett, hogy nekem az ősz belőle a kedvenc karakterem. Így van, igazából mindegyik játékos egy-egy évszak bőrébe bújik, hogyha lehet évszak, és annak a szellemével próbálunk meg félkooperatív, szerű hangulatban tüzet oltani. Nekem nagyon tetszik ebben a játékban, a többféle győzelmi kondíció van benne, tehát gyűjthetek különböző fákat, és aki először 12-t begyűjt, győz. De gyűjthetek virágokat is, vagy mehetek rá a tűzoltásra, és nagyon szépen állítgathatjuk egymásnak az esélyeit, és a pusorlak rendszeren keresztül pedig a saját szerencsémet. És nagyon vigyázzatok, ne gyűjtsetek túl sok tűzgyíkot, mert az nagyon rossz lehet rátok nézve, hogyha felég a paklitok. A Botanik című játék az egyik kedvenc társas játékom, ez egy csak ketten játszható, pici öntöző berendezés építős rendszer, de és itt nem elsősorban a játék világa, hanem bizonyos megoldásai húztak engem az őszi hangulat felé. Alapból egy ilyen steampunk masinát rakunk össze, ami pontokon rozsdás, picit olyan nyekergő dolog, de az egésznek olyan elegáns bája van, ami imádnivalóvá teszi. Szerintem annyira őszi hangulatú ennek a játéknak a világa, és azért szerettünk volna többféle játékot rátenni a listára, hogy lássátok, hogy nem csak attól lehet őszi egy játék, hogy ősszel kapcsolatos feladatok vannak benne, vagy játékos mechanizmusok. Itt például az egésznek a színvilága az, hogy látod magad, ahogy egy üvegházban kotyvaszt a Beatrix Bury, és ezek a lapkák, ahogy mind ilyen régies, ezekkel a tokenekkel és gyönyörű dolgokkal, amik benne vannak. Én azt gondolom, hogy a hangulata és az egésznek az egymásra figyelős, egymással szembenállós és szinte a másik gondolat egy kitalálós, építkezős hangulata nagyon őszivé teszi a Botanikot, ami ráadásul megint csak egy kis dobozos valami, és ez szerintem egy különösen előnyös dolog, hogyha az ember mondjuk egy őszi utazásra készül, vagy a hátizsákjába be akar valamit pakolni. A Botanik egy ilyen darab, amit mindenkinek ajánlanék. Abszolút, nagyon szeretném én is ezt a játékot. Csodatos, hogy magad előtt megépül a kis rendszer. Egyszerű, de okos döntéseket hozol. Nagyon szép ez a tánc, amit Réka említett, hogy a draft rendszer, a lapka leválogatás rendszere kellően nyakatekehetés trükkös. Nagyon sokat számít a ritmus, igazi kis gyöngyszem. Nagyon szeretjük a Botanikot. Kicsit télies hangulatú az Arborétum új kiadása, viszont maguk a lapok, uh-huh, és a fáknak az ezer színe, ami ugye ősszel a legszebb a természetben, az ebben a játékban nagyon domborodik. Abszolút. Egy növénykertet építünk ebben a játékban, egy fakertet magunk előtt, és hogyha csak így ránéztek ezekre a lapokra, a rozsdabarna, a piros, a sötétzöld, a sárga, annyira őszi hangulatot sugároz magából ez a játék szerintem. És maga a játék okos, dacára annak, hogy igazából egyetlen pici kártya pakli. A játékosok maguk előtt ilyen kis fa ösvényeket, sétányokat építgetnek.
Azért ravasz, mert neked bár nagyon meditatív hangulat, de a végén a pontozás meg tudja csípni a játékost, mert az alapján pontozhat le saját fölösvényt, hogy mi marad a saját kezében, mire jogosult pontot írni. De igazából maga a játék közben nagyon hangulatos és élmény. Két lapkát, építem a kis dobópoklit, építem a kis saját rendszerünket, nagyon izgalmas az a tánc játékosok között, hogy mit hagyok meg, mire figyelek, mit dobok el neki, mert azt fel tudja venni, hajtjuk a játékot, vagy nem hajtjuk a játékot, úgyhogy egészen egyszerű, pici eszközkészlettel dolgozó, de annál trükkösebb mélységeket rejtegető, és számunkra őszi hangulatú játék az Arborétum. És végül, de nem utolsó sorban jöjjön az Indián nyár. Nekünk eredeti címén van meg méghozzá azért, mert maga a szerző dedikálta nekem eszemben, úgyhogy nem váltottuk le, de azóta Kompaja gondozásában megjelent Indián nyár címmel, az Indian Summer, hogyha van őszi társasjáték, ez az. Itt ugye egyértelmű a téma. Tehát magáról az őszről is szól a játék, és egyébként gyönyörűen megjelenik az alkatrészeken is. Tehát ha látjátok itt ezeken a kis lapkákon, amikben a lukacskák megjelennek, ezek mind őszi avart formáznak, csodaszépek. Így van. Az állatok is, amik benne vannak, és maga a játék tábla is visszaadja az ősznek a hangulatát. Így van, megjelennek pici állatkák. Játék mechanikailag ez egy verseny hangulatú játék. Az a játékos győz, aki legelőször beteríti a saját kis játékterét, és ennek segítésére intézünk mindent. Próbálom meg ügyesen lukacskákat ezekre a formákra elhelyezni, hogy aztán mindenféle bogyót meg növénykét kapjak, hogy az gyorsítsa a lekislapakolásomat. Igen, ugyanúgy, ahogy a Speedy Rollban imádom, ahogy az őszi avaron gurul a kis sünike. Itt az egésznek már a pakolgatása is egy szellemileg feltöltő élmény, hogyha nem tudunk kimenni, mert odakint zuhog az eső. Mégis szeretnénk a természetben mászkálni, és nyilván közben az agyunkat is mozgatni, akkor az Indian Summer szerintem egy olyan játék, ami nálunk minden ősszel rengeteg szerelő kerül, és másoknak is ajánljuk. Ez a játék Uwe Rosenberg tetriszlógiájának középső tagja, az első a Virágos kert? Azt hiszem, igen. A Cottage Garden. Na, az nekem ilyen nagyon tavaszi nyári, de gyönyörű, szép, igazi őszidéző számomra az indián nyár. Prima játék, nem csak Tetris rajongóknak. Ajánljuk figyelmetekbe. Erre az őszi listára ezeket a társasjátékokat gondoltuk megemlíteni, és mint ahogy a videó elején említettük, nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy neked, nektek mik a kedvenceitek ebben a témában. Még annyi minden eszembe jutott, és olyan érdekes, hogy akár minden évszaknak lehetne egy saját ilyen videója, ami számunkra azt az évszakot megjelenítő, hangulatú, energiájú játékokról szólna. Nekem az ősz egy különösen kedves évszak, főleg azért, mert így változott bennem a megítélése. Kíváncsi vagyok, hogy nektek melyikek azok a játékok, amik az őszt megidézték a szívetekben. Bízunk benne, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha igen, akkor kérlek dobjatok egy lájkot, és bízunk benne, hogy hamarosan újra találkozunk, addig is jó játékot és jó őszben barangolást. Sziasztok! Sziasztok!